Azon gondolkodtam, hogy minek köszönhetem én a létrejöttemet, hogy mi volt az a dolog, ami ezt idézte elő, elkerülhetetlenül, hogy én létrejöjjek a világba. És ugye azt mondjuk, hogy a Jóisten, ugye, hiszen ugye, hogyha ő létre, ha ugye ő megengedi, hogy a világon legyünk, akkor azt jelenti, hogy ugye ez egy megvétózhatatlan jogunk, hogy mi beváltunk, és hogy érdemesek vagyunk kipróbálásra, hogy jók vagyunk-e vagy sem, és hogy ez az élet, amiben ugye kipróbáltunk. De nem erre akartam kiukadni, amelyre ki akartam lyukadni azt, hogy ugye a Jóisten az mindenkinek az életében jelen van, mégis bizonyos embereknek lesz, tudja, bizonyos embereknek meg nem. És gyakorlatilag ez nem azért van, hogy kit szeret jobban az Úr, kit nem szeret jobban, az a lényeg, hogy ő jelen van, ő megteszi a dolgokat az embernek az életében, viszont a mi kezünkben van elsősorban a döntés, hogy elvégezzük azt, ami nekünk esetleg nem tetszik, viszont tudjuk, hogy bevált és jó módszer. És nem a rossz szándékra gondolkozok, hanem a nehéz, kemény dolgokra. Tehát a férfinak sem könnyű férfinak lenni, a nőnek sem könnyű igazi nőnek lenni, mégis meghúzzuk a nadrágszíjat, meg olyan, mit tudom én, a nők is ugye mit húznak meg, ahhoz, hogy majd ezen is elgondolkozok, hogy gyakorlatilag létre tudják hozni a egymásnak a vonzatát, vonzó kilétét egymás fele. És ezáltal ugye létrejön a kapcsolat és a gyermek és a család. Na, és a lényeg az egészben az, hogy tehát gyakorlatilag, mivel az Isten ugye mindenkinek az életében jelen van, mégis van, aki ugye sikerre viszi, ez a siker, a családalapítás, meg az utódnemzés, és van, aki pedig nem, azt jelenti, hogy gyakorlatilag én elsősorban a mindenki életében lévő Isten mellett, ami a különösen befolyásos dolga volt az én létrejöttemnek, az embereknek a döntése, mégpedig az őseimnek, az összes a föld alatti gyökerező őseimnek a szummája, a tetteinek a szumma és a döntéseinek és a tudásának a szummája vagyok én, most, hogy itt vagyok, és hogy ezen gondolkozhatom, és gyakorlatilag azok az emberek pedig régen, akik éltek, és nem tették meg ezeket a dolgokat, amit az én őseim, azok az embereknek ugye nem lett gyermekük. Tehát azt akarom ezzel az egésszel kihozni, hogy gyakorlatilag egy, hogy az embernek a döntései a mérvadóak, mert ugye Isten mindenkinek segít, csak nem az embertől függ, hogy ugye kihasználja a lehetőséget, vagy sem, és a lehetőség nem feltétlenül kényelmetlen. A lehetőség mindig az a dolog, ami akár kényelmes, akár kényelmetlen, de célra vezető. Tehát ez a lehetőség. Nem az, hogy most egy vannak kényelmes lehetőségek, de a legtöbb lehetőség az kényelmetlen lehetőség. Ezért mondjuk próbatételnek. Na, sok a duma, én is elismerem, arra akarok kiukadni, hogy azok az emberek, akik régen az én őseim konkrétan, és most végignézzek a családfán lefele, akik ugye létrehoztak engem, akiknek a tetteiknek az elkerülhetetlen következménye lett az, hogy én most itt vagyok. Ők mind-mind a legjobb tudásuk szerint, mondjuk, nagy részben hozták meg a döntéseiket, hogy miket fognak ők megtenni, és miket fognak nem megtenni az életbe. És ők gyakorlatilag, az, hogy én itt vagyok, az annak a bizonyítéka, hogy ők a jó döntéseket hozták meg. Tehát az ő észjárásuk, az jól működött, és jól gondolkodtak, jó szabályokat hoztak, jó szabályokat tartottak be az életükben, jó volt az ő kultúrájuk, hiszen én most itt vagyok és jelen vagyok. A mostani tudás, ami van, az egy másik tudás. Annak a jelenlegi következménye az, hogy a párkapcsolatok sem működnek, az ismerkedés sem működik, az emberek elhidegülnek, tehát az a vágy, hogy egy másik emberrel légy, az sem működik rendesen, mert ugye az se egy érték, most már a gyermeket ugye eleve egy rossz dolognak tartják, a családot egy nem működő házasságot, egy nem működő elavult intézménynek, és így tovább. Tehát ez a mostani tudás, ez nem feltétlenül rossz, de nem biztos, hogy a legjobb úton haladunk afelé, hogy a gyereknemzés és a családalapítás felé vigyen minket. Hiszen láthatólag ezek a dolgok nem működnek benne. Viszont, hogy én itt vagyok, az csak annak köszönhető, hogy az őseimnek a tudása és az ő döntéseik, azok jók voltak. Jobban mondva, ebből a szempontból jók voltak. Lehet, ők hamarabb elpusztultak, lehet, nehezebb volt az életük, és így tovább. De az utódnemzés szempontjából az működött, hisz az a bizonyíték rá, hogy én itt vagyok.
más bizonyíték nem kell. Másképp nem jöttem volna létre, hogy ők rosszul csinálják a dolgokat. Na, tehát a lényeg az az, hogy ezért választom én, ezért hiszem azt, hogy a két tudás közül, a jelenlegi és a most kibontakozó és az ősi tudás közül az őseimnek a tudása az, ami jó. A tradíciók, a régi dolgok, azok, amelyek ebből a szempontból leteszteltettek és beváltak, és elfogadtak. Tehát én beváltak, és ennek ezért gondolkozhatok én most egyáltalán ezen. Tehát ez a bizonyíték rá, hogy ez jó volt. Úgyhogy ezért választom, ezért fogadom én el egyelőre, és megelégszem azzal, amit az őseim, ahogy csinálták, meg ahogy gondolkodtak, meg az ő tudásuknak megfelelően, elfogadom azt, hogy azokat a lehetőségeket, amelyek, és ezt az előbb ugye mondtam, csak hát ugye nem is került a felvétel, tehát a lehetőség az nem az, ami kényelmesen juttat el a célunkhoz, hanem az, ami egyáltalán eljuttat a célunkhoz. Tehát az ember azt mondja a lehetőségnek, tehát azokat a lehet, tehát minden, tehát gyakorlatilag nem úgy kell választani, mi az, ami kényelmes, vagy mi az, ami jó, hanem mi az, ami egyáltalán el tud juttatni, tehát, mert lehet, hogy el se jutok a célomhoz. És akkor inkább azt választom, hogy akkor megteszem azokat a nehéz dolgokat, de legalább jussak el a célomhoz. Nem várok egy olyan lehetőségre, ami még ráadásul kényelmesen viszel a célomhoz. Tehát nyilvánvaló azért tették meg régen az emberek ugye a rengeteg dolgot, hogy hogy táplálkoztak, hogy dolgoztak, hogy tornáztak, és így tovább ugye az életbe. De a torna ugye az egyik klasszikus példa, ami ugye hát nem mindenki tud egyből meghízni, hát én várhatok arra, hogy rájöjjek, hogy jussak el abba az állapotba, hogy meghíznak mondjuk, de ez csak egy zárójelbe egy példa rólam, hogy lehessen érteni. De az egy nem egy lehetőség, hiszen még nem tudom, hogy mit kell ahhoz csináljak. Lehet rájövök, ha sokat dolgozok rajta, mert ugye én mondtam azt, hogy egy idő után ugye az ember elkerülhetetlen eredményeket fog produkálni, hogyha egy adott ideig csinál valamit, ha elegendő ideig csinál valamit, akkor ugye az eredmény az elkerülhetetlen lesz. De az, hogy ez milyen hosszú idő, ez minden az adott dologtól függ. Tehát summa-summarum az egésznek az a tanulság, az a lényege, hogy ugye most van egy lehetőség, hogy megpróbálkozhatom azt, ami az őseimnek bevált, hogy ők tornáztak, magyarul dolgoztak ugye egész nap, én ezt a tornával reprodukálom, és ennek köszönhetően férfivá edződtek, úgy lelkileg, mint testileg, vagy úgy testileg, mint lelkileg, vagy szóval elsősorban testileg, és aztán lelkileg hozzáedződtek ez az új dolgokhoz. És ugye ezért tornázok, mert ez egy lehetőség, mert a torna az ugye ellenőrzötten bevált módszer. Sok ősöm ezt csinálta, és ennek, vagy hát ugye a dolog, a munka, a fizikai munka, a megterhelés volt jelen az életükben, ezt ők el se kerülhették, ugye, és ezáltal én létrejöttem. Tehát ez egy bevált módszer, és nagyon-nagyon fejet kell hajtani azok előtt, a módszerek előtt, amik tesztelve vannak, nagy számban is, ráadásul bevált módszerek. Tehát bevált módszerek is, ráadásul nagy számban vannak tesztelve, ez a helyes kifejezés. Tehát az egésznek ugye mi a jelentősége ennek az egész gondolatnak az, hogy ezért jó és elfogadandó és megszívlelendő az őseinknek a tudása. És lehet, hogy most mosolygunk azon, hogy ők mit hogy csináltak, mert mi nem vagyunk eléggé tapasztaltak, mint az a rengeteg több millió ember, aki előttünk ért, meg milliárd ember, aki előttünk ért. Viszont annak az, hogy mi most itt vagyunk, az ő sikerükről árulkodik. És az ő sikerük, az ő tetteiknek és az ő gondolataiknak és az ő döntéseiknek a következménye, ami az akkor jelenlévő tudásnak a befolyásával jött ugye létre. Tehát ugye az akkori össztársadalmi tudás, meg népi tudás ugye az mondta meg, hogy nagyjából milyen döntéseket hozzunk. És ugye onnan tudjuk, hogy ők sikeresek, sikeres emberek voltak mind, a mi őseink, aki ezt most gondolja, vagy aki ezt hallgatja, mert tudja, hogy ugye az létrejött. Tehát ugye ő van, tehát ez azért van, mert sikeresen csinálták a régiek. És akkor egy idő után az ember ugye elfogadja, hogy akkor nem húzza tovább az időt erre, arra, amarra, kényelmes lehetőségeket keresve, vagy elvártnak gondolt lehetőségeket keresve, hanem akkor elfogadja, fejet hajt azelőtt, hogy egyáltalán vannak ilyen lehetőségek, és ki vannak próbálva, és összehúzza a nadrágszert, és megcsinálja ezeket, tehát ugye olyan például, hogy a tornázok. Tehát ez a lényeg, hogy ezért jó, amit az őseink mondanak, és ezért nem biztos, hogy jó, ami ugye most van. Most ugye be van dobva a jó és a rossz, és minden gondolat. Tehát ez most úgy tudnám mondani, hogy dönts el, aki fehér egér akar lenni egy laboratóriumba, hiszen nagyon
vagány dolog kipróbálni az új dolgokat, de ugye a fehér egér is elpusztul, és jön helyette másik. Vagy pedig inkább akar szürke, de nem feltétlenül szürke, tehát hogy rendes városi kukában turkáló egér lenni, viszont a saját döntéseinek az erejével változtatni meg a saját életét, tehát ennek a saját döntései, a saját kezében vigye a sorsát ez az illető, ugye, a városi egér, és aki nem fehér egér is laboratóriumban van, és tesztelik rajta a legújabb gadgeteket, kacatokat, hülyeségeket, hanem ő megelégszik azzal a kevéssel, hogy van hol aludjon, van mit tegyen, vagy meg tudja magának szerezni az ételt, van még ereje, hangja, és így tovább. És a bevált módszerek is ott állnak a rendelkezésre, amit úgy hívnak, hogy kultúra, ami az őseknek a tudása, amit ugye más szóval egy negatív szóként értem, hogy a tradíció, vagy vallás, vagy hittannak nevezett dolgokat is, ugye ezek alá tartozó dolgok, viszont ezek ugye negatív hatást keltenek az emberbe, egy félremagyarázott dolgok miatt. Tehát ugye meg lett mocskolva az ősi tudás, be lett mocskolva a kifacsarás és a szófacsarás és a sarlatánok által. De a lényeg az, hogyha az igazi, valódi ősi tudást használjuk, akkor az igenis működni fog, és annak az remélhetőleg ugye az elkerülhetetlen következménye lesz, hogyha tényleg racionálisan alkalmazom én is és mindenki az ősi tudást, hogy elvezet minket ugye az utódnemzéshez és a családalapításhoz, ami most tehát nekem, oké, lehet másnak más tűnik fontos, tehát nekem mondjuk ez volna a fontos, hiszen nekem mindig is az én elmekorló családom volt, amiért küzdöttem, és ami fontos volt, tehát nekem nagyon fontos. A barátság volt az igazi érték az életemben, és a család volt az igazi érték számomra. Azt tekintettem jobb mondva értéknek, és ugye hát nyilván azért, mert ezekből a dolgokból kevesebb volt valószínűleg, vagy örökletesen ezt nem tudom, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy van olyan módszer, amit elleshetek az őseimtől, amit átvertek, amit rám örökül hagytak gyakorlatilag az én őseim. Tehát egy örökséget az ember nem dob el, nem herdál csak úgy el, hanem örül, hogy van valamilyen, örül, hogy mellé teheti a fizikai erejének, a háznak, ahol meghúzhatja magát, a ételnek, amit megehet, amellé teheti, és azzal összegyúrhatja, és azáltal legalább olyan sikeres legyen már, sikeres tud lenni, mint az ősei. Nem akar ő olyan sikeres lenni, mint az a néhány fehér egér, aki talán eljut valamilyen csúcsra, de ugye belül összetörik, és szarrá megy. Nem akarok olyan sikeres lenni, meg nem feltétlenül kell olyan sikeresnek lenni, és ez nem egy biztos siker. A biztos siker az amit az őseink tettek, mert ugye itt vagyunk. Az bizonyított, tehát biztosított és bizonyított siker. Ez a biztos siker, ami bizonyítva van. Tehát bizalommal fordulhatunk hozzá. Tehát megbízhatunk az őseinknek a tudásában. Mert ők sikeres emberek voltak mind, és családjuk volt, vagy utódjuk volt, vagy mindkettő volt. De nem voltak olyan istenek, mint a mostani a kísérleti patkány, gadget patkányok.